Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám szombati napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Balatonarács vasúti megállóhelyről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én itt vagyok Balatonarács vasúti megállóhelyen, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb vonatspotting videó lesz, tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Hiszen már nagyon rég jelentkeztem vonatspotting videóval, így hát időszerűnek éreztem azt, hogy jelentkezzek ilyen jellegű videóval is, vagyis vonatspotting videóval. És ezen a mai napon, ezen a szombati napon, itt vagyok Balatonarácson, a már villamosított 29-es vonalon, már ugye a villamosítás már befejeződött, Balatonfüred és Szentkirály Szabadja között. De viszont a dízelüzem még jelenleg is működik, egészen június 19-éig. Majd június 19-től fognak átállni elektromos üzemre, illetve villanyüzemre. És most, mi hogy nem a véletlen műve, hogy én itt vagyok, ahogy látossátok, arrafelé van a Balatonarácsi vasúti megállóhely, de a mi vonatunk most nem onnan fog jönni, hanem szépen fordulok egy 180 fokot, átfordulok Csopak irányába, mert ugyanis a 312-es hörgő abból a irányból fog érkezni, onnan Székesfehérvár irányából. Sőt, már itt is van! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, a 312-es hörgő elhaladt gyors vonatával, ez a videó ez nagyjából ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Ha tetszett a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Tartsatok velem majd egy következő videóban is, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Balatonarácsról, a vasúti megállóhelyről. Sziasztok!